A világ egy teljesen elfogadott ténynek tartja, 2023 nem a legjobb év volt valaha. Nekem személyesen sem, és ennek egy részét, kinek az adok nagy részét, a rossz olvasmányaim tették ki. Úgyhogy szeretném most nektek bemutatni, hogy mik tették tönkre 2023-at nekem könyvszinten. Elsősorban az első harmadévet, első 4 hónapot, illetve itt ebben a videóban szeretném megkérdőjelezni az ázsiai szerzőkbe vetett hitemet. 8 könyvről fogok beszélni, és legalább négy könyv ázsiai szerzőtől van ezen a listán, és egy kicsit most megbicsaklott a hitem kifejezetten az ázsiai irodalomban, de vissza fogok menni, és fogok találni olyat, amit szeretni fogok, és hogyha ehhez mangákat kell olvasnom mangákkal, akkor mangát fogok olvasni mangával, de idén nem sikerült jókat találnom. Nézzük meg, hogy mik voltak a legrosszabb olvasásaim 2023-ban. Kezdjük egy ilyen futottak még kategóriával, amik nagyon rosszak voltak, de lehettek volna sokkal rosszabb is, per a top 5-öt nem tudják befogni. Az első könyv a futottam még kategóriában Kocsonam Mindamitól, a You Can Have My Back. Ezt a NetGalin találtam a graphic novel kategória alatt, és épp ezért arra számítottam, hogy valami nosztalgikus shonenai mangát fogok kapni, amikor requestelem ezt a könyvet. Az első fejezet után realizáltam, hogy ez nem fog megtörténni, és utána azt vártam, hogy egy cselekmény nélküli erotikát fogok olvasni valami látens fantasy környezetben. Amit kaptam viszont, az egy jóval bővebb lére eresztett történet volt, egy eléggé kidolgozott fantasy világ közepén. Ha viszont akár csak egyetlen egy agysejtemet használtam volna abból az időszakból, amit tínédzser koromban elherdáltam a japán yaoi mangák olvasásával, akkor tudhattam volna, hogy mire számíthatok, illetve hogy bepingelhetett volna az, hogy azt a közeget miért hagytam magam mögött, és miért nem keresem most felnőtt fejjel, és mi volt a problémám ezzel a könyvvel. Ez pedig a szerelmi szál és a tipikus japán, illetve úgy mondanám, hogy a tipikus boys love, yaoi, non-consent, ami a szerelmi szál körül történt. Látens két idősíkon játszódik a történet, az egyik szálon megismerhetjük egy nagymúltú hős történetét, aki még az első időszakban elhalálozik, a második időszakban pedig az ő reinkarnációját követjük végig a tényleges főhősünket, aki viszont egy saját létező egyéniség. Tehát nem pontosan ugyanazokkal az emlékekkel rendelkezik, néha vannak bevillanásai róla, de alapjába véve nem emlékszik semmire. Ő egy másik karakter. És ehhez képest a korábbi életének a szerelmek közül többen vannak olyanok, akik már 8 évesen próbálkoznak vele. Egy 8 éves kölyköt hagyjunk már békén, jó? És hasonló módon a főhős néha próbál a saját lábára állni, tehát 2 erőszakos lábával próbál meg előre menni a történetben, és a történet azt mondja, hogy nem te damselindistress leszel, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva azt, hogy neki saját identitása van, ő csak egy karakter, akibe bele képzelheti magát a főhős, hogy már pedig őt most ezek a nagyon szimpatikus és csinosan megrajzolt úriemberek le fogják venni a lábáról, akár akarja, akár nem, és ez hoho, milyen szórakoztató, miközben a tényleges történet valójában nem ez. Szerintem a történet túl van írva, ezen kívül, de az a pár illusztráció, ami van a könyvben, az 10/10. Az megmentette az egész könyvet attól, hogy ne élvezzem. És igazából az átlag fantasy történetből, ami ténylegesen egy fantasy politikai történet amúgy, tehát ez lepett meg a leginkább, hogy ahhoz képest, hogy milyen drasztikus pornó jelenettel kezd a könyv, ahhoz képest milyen könnyen siklik abba bele, hogy a következő narrátorunk 8 éves, és vezeti végig azt, hogy milyen elők feszülnek egymásnak ebben a könyvben. Nekem nagyon diszonáns volt ez a könyv, ez elvileg egy sorozatnak az első része, ezt nem fogom folytatni, nyilvánvalóan kicsit csalódtam benne. A következő
Könyve futottam, mi kategóriába Celeste Engtől A hiányzó szívünk volt. Nagyon fáj nekem ide tennem ezt a könyvet, mondjuk. Amire vártam ebben a könyvben, az az, hogy Celeste Eng könyvet fogok olvasni. Mit jelent az, hogy Celeste Eng könyvet olvas valaki? Az, hogy még karakterdrámákat olvas, hogy nüanszokkal teli kritikát, illetve történetet, cselekményt, ami a rasszizmus témáját járja körbe, meg még valami mást, ami éppen nagyon foglalkoztatja a szerzőt. És én a szerző előző két könyvét nagyon szerettem, a kedvenceim közé is avattam őket abban az évben, amikor olvastam. Ez a könyv viszont távol állt tőle. Ez tipikusan egy olyan könyv, amikor a szerző egy alapból szerintem szép irodalmat, szerintem szereztem szép irodalmat ír, de amikor egy szép irodalmi szerző beletipeg a zsáner irodalomba, és nem pontosan tudja, hogy ott mit kéne tenni, és teljes mértékben elveszti a kontrollt az események fölött. Amit kaptam ebben a könyvben, az egy disztópia. Látás hasonlít a 2008-as világválság utáni helyzetre, viszont ezt a látás 2008-as világválságot egy ázsiaik és kifejezetten a kínaiak ellen irányuló rasszizmust legalizáló törvény dobta át abba, hogy újra fellendüljön a világgazdaság. Tehát azzal, hogy Amerikában legalizálták a rasszizmust, lehet minden sokkal jobb, és ezt kritizáljuk. És nekem ez a világkép mellőz minden nüanszot, amit Celeste-től megszoktam, és nagyon nem szerettem. Ezek mellett van egy nagyon fiatal gyereknarrátorunk, akinek eléggé limitált a befogadó képessége, illetve az, hogy milyen cselekményeket tud vezetni, és ezzel semmi probléma nincs, csak éppen a másik nézőpont, aki körülbelül a történet közepén jön be, sokkal izgalmasabb, sokkal érdekesebb kérdéseket vethetett volna föl, viszont 50%-nál már elkésett, és utána pláne, hogy visszakanyarodunk még a gyerekre. Ez a könyv nekem nagyon leesett, továbbra is a kedvenc szerzőim között tartom számon Celeste Enget, csak többet ne írjon szép zsánerirodalmat. Pont. Köszönöm szépen. Az utolsó futottak még kategóriás könyv az Margaret Atwoodtól a Penelopeia. Ez a görög mitológiából ismert Odysseusnak, a felesége Penelope-nek az életét mutatja be. Az ő szemszögéből dolgozza föl azt, hogy mi történt a saját életében, illetve hogy hogyan élte túl a trójai háborút, illetve az utána tartozó utazását Odysseusnak. Aminek a következménye, a vége az lett, hogy amikor Odysseus visszatért, akkor Penelope-nak a szolgálólányait kivégezték árulás címszóval. Amire vártam ebben a könyvben, az az, hogy az általam szeretett görög mitológiának egy olyan részletét fogja megragadni Atwood, amit annyira nem ismerek, és egy jó kis feminista köntösbe fogja nekem tálalni, és én ezt fel fogom zabálni. Amit kaptam, az nem volt ez. Az egyetlen pozitívum, amit ezzel a történettel én fel tudok hozni, az az, hogy ez a kísérleti stílus, amit használ, ahol egy női kórus követi végig az eseményeket, és ide-udaok rálunk az életben és a túllétben, ez izgalmas, és szórakoztató, és nagyon könnyen befogadhatóvá teszi a történetet. És ennyi. Maga a történet viszont kettő olyan döntést hoz, ami nem nagyon illik bele abba, amit én képzelek a feminizmusról. Az egyik az, hogy a világ legnagyobb gonoszának van kikiáltva Helené. Olyan személyiségjegyekkel van felruházva, amivel teljes mértékben nem jártak egyet. A másik pedig az, hogy a cselekményben felvetett kivégzés az eredeti kultúrkörben egy megkérdőjelezhető morális döntés volt. Itt egy kommunikáció teljes hiányán alapuló félreértés miatt hozott döntés eredménye lett, ami szerintem gyengítette az alaptörténetet, meg azt, hogy Atwood mit akart volna mondani ezzel a történettel, és diszonáns volt nekem egy tipikusan nőies tulajdonságokkal rendelkező nőt állítunk be, mint főgonosz, illetve, hogy a kommunikáció hiányából adódó félreértéseknek teret engedünk, ez nekem nem jött be. És ebben csalódtam, és remélem, hogy a többi átmód könyv nem lesz ilyen. A szolgálónányt szerettem.
És most, hogy ilyen sokat beszéltem, csak azokról, amik nem jutottak be az top 5-be, beszéljünk a top 5-ről. Kezdést a kabásból, Arikava Hirótól a Búcsúzó Macska című könyv. Ez a kiadó úgy népszerűsíti, per jegyezte föl a majos adatbázisban, hogy az Utazó Macska krónikájának a folytatása. Az Utazó Macska krónikája egy csodálatos, kompakt kis regény, amiben egy cica nézőpontját követjük, amiben a gazdia éppen körutazást tesz Japánon, és keres a cicájának egy új gazdát, és nagyon-nagyon rikkató az a történet. És valami ilyesmit vártam a folytatásától is. Ez viszont nem a történet folytatása, ez egy novella csokor, amiben nagyjából az az összekötő kapocs, hogy macskák vannak benne. Ha valaki folytatásként veszi a kezébe, akkor csalódni fog, mert a talán 8 novellából 2, hogyha köthető az eredeti történethez, ami még talán így teljesen rendben van, de az első novellában kapásból végig kell néznünk azt, hogy elveszítünk egy cicát, ami egy kifejezetten macskabarátoknak targetált könyvben egyáltalán nem működött, és ami feltette a pontot az íre, ami miatt ezen a listán van, az a fordítás minősége, ugyanis penetránsan rossz a fordítás. Magyartan annak a mondatok nem konzisztens, hogy kinek mikor fordítjuk le a nevét, bődületesen rossz, és én igazából teljes mértékben azt javaslom, hogy skippeljétek ezt a könyvet, nincs erre szükségetek. Pont. A negyedik könyv ezen a listán, Cassandra Cole-tól a Nothing But Black and Teeth. Ez egy horror novellás kötet, aminek a cselekmény leírásától azt vártam, ami körülbelül megegyezik a cselekmény leírásával, hogy egy csoport fiatal kibérel egy kísértett házat, egy japán kísértett házat, hogy meglássa, hogy milyen élmények kísértett házban lenni. Viszont ez a könyv nem volt ijesztő. Ez a könyv nem feltétlenül tudja szerintem, hogy mi az a horror, tehát az első részében talán még működik a történet által használt írásmód és humor, de amint beüt a ménkő és elkezdődik a para jelenetsor, onnantól a pillanattól kezdve maga a narráció teljes mértékben a félelem alá dolgozik, a félelem ellen dolgozik, és semmi szinten nem támogatja az immerziót a könyv, ami szerintem nagyon szomorú. A könyvnek a stílusa pedig, ami szerintem sokaknál kiverheti a biztosítékot, az tipikusan ilyen négy fal döntögető, saját történetünket úgy narráljuk, minthogyha tudatosan tudnánk, hogy mi karakterek vagyunk, és trópokban beszélnek, hogy ebben a részben itt meg ez, meg ez, meg ez fog meghalni, és igazából ezzel döntik el a cselekményeket, ami azt az érzést kelti, hogy nem a történetre fókuszálnak, hanem az olvasóval beszélgetnek arról, hogy milyen egy ilyen típusú történet, ami nekem nem jött be. A harmadik könyv ezen a listán az S.A. Barnes-tól a Síri csend. Nem vártam sokat ettől a könyvtől, csak azt, hogy töltsön be egy elkasszált Netflixes 1899 alakú lyukat. Az egy csodálatos sorozatindító volt, fantasztikus első évaddal, és hasonló volt a cselekmény leírása, tehát, hogy egy hajón utazva találunk egy szellemhajót, ami teljesen ki van ürülve, és ennek kapcsán jönne be horror elemek a történetbe, és valami hasonlónak nézett ki a Síri csend is, csak nem egy óceánnyáron, hanem a végtelen űrben. Elvileg ez egy sci-fi horror kombináció kellett volna, hogy legyen. Amit kaptam, az nem ez volt. Tehát szerintem a szerző nem komfortos annyira a science fiction világában, ugyanis rendre olyan döntéseket hoz, amiket egy logikus science fiction regényben nem hozhattak volna meg. Kezdve azzal, hogy a főszereplő nem kapitánynak való. Tehát olyan mérték mentális betegségei vannak, olyan pszichikus tünetei vannak, és a személyisége tipikusan olyan, hogy azt még az első útjára sem kellett volna elengedni, nem hogy az utolsóra, amin a történet játszódik.
A legénységnek a többi tagja szintén viszonylag életképtelen, a hajónak is hiányoznak bizonyos elemei, és ezekre folyamatosan próbál adni a szerző magyarázatot, hogy már pedig ez miért történik meg, amitől csak rosszabb lesz a könyv. Az erőssége ennek a könyvnek igazából az, amikor felfedezzük ezt a szellemhajót, tehát körülbelül a történet középső harmada, azt szerintem kifejezetten hangulatos lett, amikor a horror elemekre építve próbál felépíteni némi parát, viszont a kötet utolsó harmadában össze kell mosnia ezt a két szállat újra, és megint előjönnek a borzalmasabbnál borzalmasabb magyarázatok, amik buták, idióták és rosszak. Szerintem ez a könyv messze nem a legjobb science fiction horror kombináció, ami létezik, és messze elkerülhetitek, van róla egy BTKK kibeszélő, ahol nagyon sokan beszélünk arról, hogy ennek a könyvnek milyen egyéb problémái vannak, lehagyom a leírásba, hogyha nem felejtem el. A második pont ezen a listán az Zhang Wei-től a Hétféle gomba. Nem igazán tudom, hogy mit vártam ettől a könyvtől. Szerintem valami mágikus realista gombákat, tehát valami furát vártam, és valami weirdet kaptam. De ez a könyv nem az. Ez a könyv egy 80-as évek politikai, kínai politikai helyzetére reflektáló könyv, ami erősen épít a népmesék hangulatára, ilyen népi legendákra, illetve a kelet-ázsiai miszticizmusra, amit mi nyugatian besoroltunk mágikus realizmusnak, miközben a kettőnek igazából nincsen köze egymáshoz, maximum esztétikában. És ez lehetett volna magában jó történet, hogyha kapunk hozzá bármi kontextust. De hogyha nem vagy sinológus, szakértő, hallgató, vagy professzor, akkor ennek a kontextusnak a hiányában mész bele ebbe a könyvbe. A könyv semmi kapaszkodót nem ad ahhoz, hogy miért értékes ez a könyv. Például abban, hogy az általa használt trópus, ami nyugati kultúrákban sokkal gyakoribb, az Kínában miért ritka, miért értékes ez a könyv, és miért formabontó. És ezeknek a hiánya nélkül, amit kapsz, az egy 80-as évekbeli borzalmasan szexista könyv, amiben van egy indokolatlanul hosszú állatkínzós jelenet. És nagyon sokat vaciláltam, hogy belerakjam-e ezt a könyvet ebbe a listába, mert érezhetően nem nekem szólt a történet, és valószínűleg azok, akik a célközönség, azok nagyon szeretik. Ellenben ez volt a legrosszabb olvasmányi élvényem ebben az évben, és csak azért nem rakom a lista tetejére, mert tisztában vagyok azzal, hogy nem én vagyok a célközönsége. Ellentétben sokkal többet segíthetett volna a könyv elő vagy utószóban abban, hogy tudjam értelmezni, hogy ez miért jó. Mert viszont erről nincsen leírás az interneten. Tehát az, hogy amit én most elmondtam, azt egy személyes könyvklubban tudtam meg, amit erről a könyvről tartottak. Pont. De hogyha nem a legrosszabb olvasmányi élményed van a lista tetején, akkor mi az? A.M. Strickland-től a Fekete Ajtó. Ez egy young adult fantasy, aminek a pitche az, hogy van egy fiatal lány, akinek bejárása van más embereknek az álomvilágába, vagy lelkébe, és egyik nap talál egy fekete ajtót. És a kérdés az, hogy ez a fekete ajtó hová vezet. Nagyjából ennyi volt a pitch ehhez a könyvhöz, illetve volt még bedobva egy-két hívószó, ami miatt nagyon szimpatikus volt nekem, amiről mindjárt fogok beszélni. Nekem nagyon felszökött a várakozásom ezzel a könyvvel, mert az, hogy a lelked fekete ajtaja mögött valójában mi rejtőzhet, ez egy nagyon szép metafora nagyon sok dologra. Lehet az, hogy beszélünk arról, hogy mi a nature versus nurture mögötti sötétségnek a témaköre, lehet beszélni mentális betegségről, lehet, hogy a mögött a fekete ajtó mögött vannak elzárva olyan dolgok, amiket, hogyha kiengedünk, akkor minden emberből kijön a legrosszabb, vagy a legjobb. Ki tudja?
bármi ilyesmiről szólhatott volna ez a könyv, és nagyon boldog leszek tőle, de nem erről szólt. Hogy mi van a fekete ajtó mögött? Az egy teljesen tipikus young adult fantasy. És ennyi. Semmi ilyen izgalmas, mélylélektani értelmezése nincs a könyvnek, egy teljesen felületes, basic young adult fantasy-t kaptunk. Tehát az elvárásaimmal nem tudok mit kezdeni. Miért vártam ilyen sokat egy young adult fantasy-től? Nem tudom, de kapásból ezen a szintünk kezdtünk. És még van lejjebb. Az aksi ezzel a lemerüléssel várhatott volna kereken 5 percet, és akkor nem kell cserélni. És ez még csak a felszín. Ugyanis a történet cselekménye maga az kínosan mesterségesen próbálja elmagyarázni, hogy miért van értelme. Ez a könyv tele van logikai magyarázkodással, hogy miért úgy viselkednek a karakterei, ahogy ami ellen megy a szabályoknak, ami ellen megy a szabályoknak. Tehát, hogyha van egy adag katonánk, akiket kiküldenek egy házba, hogy mészároljanak le egy egész családot, és megtalálják az egész családot, kivéve egyetlen egy embert, akkor nem mennek föl az emeletre megnézni, hogy ott van-e az az egyetlen ember, mert biztos sikított volna, hogyha látja, hogy lemészárolják az egész családját, és ott hagyják. Például ilyeneket. És ez csak az első példa, ami eszembe jutott az értékelésünket olvasva Andival, mert Andival közösen olvastuk ezt a könyvet, van a csatornámon, én nagyon hosszú kibeszélő róla, hogy ez könyv miért rossz, úgyhogy ez egy rövidített verzió. Másrészt, ami nekem itt egy hívószó volt ebben a könyvben, amiről már beszéltem korábban, az az aszexualitás. Ami miatt lelkes voltam, mert végre lehetett volna magyar nyelven egy olyan aszexuális könyv, amit tudok ajánlani a Minden szív kaput nyit mellett. Itt bejön egy olyan tipikus tróp, amiről nem hittem, hogy létezik, de apparently igen, hogy ha felmerül egy aszexuális karakter léte, már pedig főhősünk aszexuális, akkor olyan világot kell köré építeni, ahol akkor tudja a lehető legkönnyebben használni a képességeit, és előrevinni a cselekményeit, hogyha örömlány lesz egy aszexuális karakter. Tehát az aszexualitása hátráltatja egy teljesen artificial cselekménynek a tovább görbítésében. Ezek mellett próbálja a könyv elmagyarázni, hogy mi az aszexualitás, és nagyon fura virágnyelven próbálja elmagyarázni, nagyon mesterkelt, ahogy benne van a könyvben, és míg az a magyarázat, amit ad a transz emberek életére egész jó magyarázatot ad, addig az a szexuális magyarázatot azt így hagyjuk. Tehát azt így hagyjuk figyelmen kívül. Próbáljunk, tegyünk úgy, mintha az a magyarázat nem létezne, mert káros. Nagyon rossz. És természetesen kell az a szexuális szereplőnek egy romantikus szál. Nyilván a szexuális meg a romantikus vonzalom az két különböző dolog, de nyilván kell az a szexuális karakternek egy romantikus szál, ráadásul a Latens Darklinggal, illetve a történet fordítása borzalmas. Rengeteget pörgök azon, hogy hogyan lehetett a Twilight Guildet szürkülettestületnek fordítani. Mármint a Twilight Guild, tudom, hogy a Twilightnak az alkonyat fordítás lenne a legegyértelműbb, és az alkonyatnak van némi negatív konnotációja a magyar irodalmi berkekben, meg úgy általában véve az irodalmi berkekben, de a történet célközönsége tinédzser lányok. Szerintem a célközönség tinédzser lányok sokkal nagyobb lelkesedéssel csatlakoznának be egy alkongilde nevű szervezetbe, mint a szürkület testületbe, ami a kierőszakolt rimelés miatt úgy hangzik, mint egy pavogos öreg otthon. Ez csak az egyik rengeteg rossz fordítási döntést tudunk ezek mellett felhozni, hoztam fel én is, hozott fel Andi is, meg azóta néztem más értékeléseket, ők is. Retek rossz ennek a könyvnek a fordítása. A cselekménye egy teljesen átlagos young adult fantasy, ami az igen érdekes koncepciójával nem tesz semmit, az aszexuális reprezentációja bánt, és káros, úgyhogy ez az a könyv,
amiről csak tőlem tudjatok, hogy létezik, és hogy nagyon rossz, és nem menjenek a közelébe. Ne adjatok érte pénzt, nem jó ez a könyv. Borzalmasan rossz. Szóval, ezek lettek volna azok a könyvek, amik pokollá tették az én 2023-as olvasó évemet. A ti éveteket mi tette pokollá, melyik könyv tette pokollá, hagyjátok le kommentben, és hogy zárjuk valami pozitívummal a dolgot, ti milyen szaloncukorért vagytok éppen odáig, én ezért én egy stümmerlány vagyok, nagyon szeretem a stümmer szaloncukrait, most éppen ezt az ír krémlik, blum. Lehet részek szaloncukortól? Van benned alkohol? Van. Tehát éppen ezt az ír krémlikör ízű szaloncukrot pusztítom el, de a fehér csoki és pisztáciás az új kedvencem, pedig eddig a trüffeles volt, úgyhogy nem tudom, mi lesz jövőre, és nagyon örülök, hogy igazából nincsen most itt pisztáciás szaloncukor, mert ha itt lenne, már nem lenne. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, viszlát legközelebb. Sziasztok!